Nőttek az árak tavalyhoz képest. A fogyasztói árindex számításához a KSH szakemberei, a kijelölt termékek és szolgáltatások adatait gyűjtik minden hónapban. Ez úgy történik, hogy körülbelül 1000 darab termék és szolgáltatás szerepel a megfigyelésünkbe, és az összeírók ezeknek rögzítik azt a fogyasztói árát, amivel ugye a vásárlók is szembesülnek, hogyha bemennek a különböző boltokba. 2017. augusztusában ugye az adatok azt mutatják, hogy egy év alatt átlagosan 2,6%-kal emelkedtek ezek az árak. A KSH legutóbbi közleménye szerint, amíg az árak átlagosan 2,6%-kal nőttek, az élelmiszereknél ez a szám 3,2%. A párizsi és a kolbász 7%-kal, a kávé 6,2%-kal, a cukor és a kenyér pedig 5,3%-kal emelkedett augusztusban a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az egyéb cikkek, mint például a gyógyszerek, a lakással, háztartással és testápolással kapcsolatos, valamint kulturális cikkek ára átlagosan 3,3%-kal nőtt. Az üzemanyagé pedig 5,8%-kal. Drágult például a tűzifa is 6,1%-kal, és a ruházkodási cikkek 0,3%-kal. De voltak kiemelkedő termékcsoportok is. A legmagasabb áremelkedést a csoportok közül, azt a szeszes italok dohányáruknál mértük. Itt elsősorban a dohányáruk drágultak, közel 9%-kal egy év alatt. Ez leginkább a jövedéki adóemelés hatásának tudható be. Az élelmiszereken belül is voltak olyan termékkörök, ahol közel 10 vagy akár még magasabb, mint 10%-os emelkedés történt. Ilyen volt például a vaj, a sajt, a sertéshús. Az élelmiszereken belül viszont például csökkent a baromfi hús ára, ez az évelei áfakús csökkentésének a hatása. Itt egy év alatt közel 15%-os árcsökkenést mértünk. Ha havi lebontásban nézzük az adatokat, akkor is emelkedtek 2017 júliushoz viszonyítva augusztus hónapra 0,1%-kal nőttek átlagosan a fogyasztói árak. Az élelmiszerek árai viszont 6,6%-kal csökkentek, ez főleg az idényáras termékeknek, mint például a burgonya, a friss zöldség és a gyümölcs köszönhető. A fogyasztási főcsoportok közül ebben az esetben is a szeszes italok és a dohányáruk drágultak a legjelentősebben, ezeké 0,7%-kal. A háztartási energia ára nem változott, a ruházkodási cikkekért azonban 1,3%-kal kevesebbet kellett fizetni. A világgazdaságnak az egyik bankelemzője úgy nyilatkozott. Ezek az adatok azt jelzik, hogy az infláció egyértelműen visszatért a magyar gazdaságba.